Bonyhádon tartotta idei első ülését a Völcsegi Önkormányzatok Társulása. A februári ülésen, mint minden önkormányzatnál, a költségvetés is napirendre került, melyet egyhangulag el is fogadott a VÖT, ismertette a társulás elnöke. 417 millió forintból gazdálkodik idén a társulás. Jellemzően ugye a tagok három csoportban a gondozási központhoz tartozó feladatok ellátásával, de különböző önként vállalt feladatokra is társultunk a településekkel különböző mértékben, és mindenki olyan szinten csatlakozott és hozott döntést az adott feladat ellátásában, amit saját önként vállalt módon szerepet vállal benne, és ezt is fizeti. Éppen ezért ez a jól kialakult rendszer segíti azt elő, hogy jól működik a társulás, különösebb vitákra nem ad okot, hiszen mindenki csak azt fizeti, amit önként vállalt és amit szeretne az adott településen ellátni. A jól kialakult rendszernek köszönhetően egyhangulag fogadta el a 2023-as év költségvetését mind a 25 település. A társulási tanács döntése értelmében a covidos időszak után idén újra kiírják a közművelődési pályázatot, amelyre bármely bejegyzett civil szervezet pályázhat az adott település polgármestereinek támogatói okiratával együtt. A társulási tanács úgy döntött, hiszen a maradványból erre lehetősége van, plusz befizetést nem igényel, hogy a közművelődési pályázatot idén ismét kiírja civil szervezeteinek számára. Gyakorlatilag a 25 település bármely civil szervezete pályázhat erre a támogatási formára. Az adott település polgármesterének a támogatása az mindenképpen szükséges hozzá, és általában az eddigi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a legjelentősebb települési rendezvényekhez kötődően szoktak pályázni a kis települések falunapokra akár, de várjuk bárkinek a pályázatát. Bejegyzett civil szervezetnek kell lennie, nyilván a működését ismerni kell az adott településen, és az adott település polgármesterének támogató okirata is szükséges hozzá. A tervek szerint a soron következő áprilisi Völcsegi Önkormányzatok Társulásának ülésén döntés születik majd a támogatható szervezetekről. Az ülés alkalmával szó esett a háziorvosi ügyeleti rendszerről is. A központi háziorvosi ügyelet működtetésével az adott települések egyenként szerződnek. Itt a társulási ülésen csak azért adunk helyet ezeknek a témáknak, mert itt együtt vagyunk, és sokkal célszerűbb és egyszerűbb, gyakorlatiasabb egy-egy olyan témában, amit mindenki foglalkoztat, itt tájékoztatást adni, de külön döntés ezekről nem születik, csak jóvá hagyjuk, vagy tudomásul veszük azokat a beszámolókat, amit a mi ügyeleti rendszerünkben a BZBT, akivel ellátatjuk, megtesz, hiszen az adott önkormányzatok egyenként szerződnek, nem maga a VÖT, nem a társulás szerződik a szolgáltatást nyújtóval. A Völcsegi Önkormányzatok Társulásának soron következő üléseiről is megegyeztek a településvezetők. Ugye nem mindig Bonyhádon tartjuk a társulási táncsüléseket, a 25 településből bárhova mehetünk, de nagyon jó érzés azt látni, hogy évről évre mindig van olyan, aki házigazdaként szeretné vendégül látni a társulási tanácsot. Így a soron következő ülésre ugyan Bonyhádon kerül sor, de azt követőleg majd Zombára is, és a Parantra is, és még több településre is ellátogathatunk, megismerve jobban egymást, és közelebb kerülve az adott településekhez.